Úgy gondolom, hogy továbbra is jó hangulat a csapatnál. Nagyon jó érzés volt ilyen nagy fölényű győzelemmel hazatérni Füredről. Reméljük, hogy Tatabányán is ilyen jól fog menni majd a játék. Vasárnapi vendégek össze, ugye meglepetés, 30-30-as döntetlent hoztak akkor ellenetek, viszont te 10 góllal akkor bevetted a kapujukat. Hogy emlékszel vissza arra a találkozóra? Ami fontosabb, hogy egy pontot ott hagytunk sajnos. Nagyon bízom benne, és biztos vagyok benne, hogy ez most nem fog előfordulni hétvégén. Nagyon fogunk küzdeni, és mindent meg fogunk tenni a két pont érdekében. Ha jól tudom, akkor a hétvégén ünnepled 22. születésnapodat? Igen, holnap lesz a 22. születésnapom, mint ahogy mondtad. Vasárnap játszunk a Tatabányával, kár, hogy nem a születésnapomon, de így is jó, hogy ezen a hétvégén játszhatunk velük. Akkor gondolom, mint kézilabdás, azért egy nappal megkésve, de egy győzelemnek örülnél a születésnapodra? Hát igen, mindenféleképpen győznünk kellene. Egészen jó születésnapi ajándék lenne számomra, hogyha tudnánk győzni Tatabánya ellen, ami szerintem elvárható a csapattól. Esetleg azt megkérdezhetem, mint magánember születésnapra, mit vársz? Hát nem tudom még, hogy ért egy családtól, vagy barátoktól. Hát nem tudom, egy ilyen kis összeülést szeretnék vasárnap meccs után. Utána nem tudom, lesz, ami lesz. Hogyan zajlott a felkészülés most a hétvégi mérkőzésre? Hát ugye szerdán játszottunk a Balatonfüreddel, utána tegnapi nap szabadnapunk volt, illetve fakultatív edzés, és most kezdjük igazából a felkészülést, most videóztunk, és most pedig taktikai jellegű munkával folytatjuk a felkészülést. Az alapszakasz utolsó mérkőzése hazai pályán, egy győzelem mit jelentene a csapatnak a folytatásra nézve? Hát mindenképpen nagy lendületet adna a csapatnak szerintem. Egy ponttal lennénk lemaradva az MKB Veszprémtől. Szerintem azért illene ezt a győzelmet behúzni, és 41 ponttal azt hiszem zárni az alapszakaszt. Don't act like I told ya, baby, you're making it harder, faster, stronger.